Falfestmény készül Győr belvárosában. A Bajcsy-Zsilinszky út és az Arabona udvar sarkán lévő felület sokáig állt kihasználatlanul, rövidesen azonban egy olyan alkotás látható rajta, amely a város polgári életéből villant fel életképeket. Nagyon részletdús lesz, sok érdekesség fedezhető fel majd benne, de hát ez akkor lesz igazán érdekes, hogyha elkészült. Úgyhogy szeretettel ajánlom minden győri figyelmébe, akár azt, hogy megnézzék azt, hogy a különböző munkafázisok során hogy alakul egy ilyen nagyméretű falfestménynek az elkészítése, illetőleg majd az egész eredményt, ami egy nagyon színes és érdekes karikatúra-szerű, de mégiscsak annál egy kicsit talán komolyabb ábrázolása a győri polgári életnek. A belváros önkormányzati képviselője felidézte, pár hónapja még egy nagyon rossz állapotban lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget volt itt. Mostanra azonban nem csak a kukák tűntek el, hanem a fal is meg tudott újulni. Ugye járunk elünk a nagyvilágban, látjuk azt, hogy sok helyen ezeket a tűzfalakat ilyen és ehhez hasonló alkotásokkal díszítik, és nagyon örülök neki, és büszke vagyok arra, hogy itt a belvárosban is sor kerülhet egy ilyen alkotásnak a felfestésére. Az alkotás tervezője Almási Zétény, grafikus művész volt, a kivitelezés pedig Osváth Gergely és társa feladata. Mentának ez az első olyan munkája Győrben, amit nem ő, hanem más álmodott meg. Kivetítjük a falra, hogy mind a legjobban is hasonlítson az eredetire. Viszont a kihívás az az, hogy szemben van egy másik ház, ezáltal a kivetítő nem úgy működik, ahogy az kéne, úgyhogy elég sokat kell vele molyolnunk a felskicceléssel is. Tegnap hajnali 2-ig voltunk itt például, valószínűleg ma is addig fogunk itt lenni. A művészek számára kihívást jelent az is, hogy ezúttal egy nagyon részletgazdag grafikát kell elkészíteniük. Egy graffiti technikában sok nagyon pici, apró megjelenítéseket nem lehet lehetetlen kivitelezni szinte, mivel a festékszórónak a hogy mondjam, vastagsága a legvékonyabb is olyan, hogy tehát ezzel nagyon sok időt vesztünk ezzel is, hogy ezt úgy tudjuk kivitelezni, de valamint az épület az is elég nehéz feladat lesz. Az egyenes vonalaktól elkezdve felirat, ami ugye ott van, és vissza kell vágnunk a másik színnel, sablonnal nem dolgozunk, úgyhogy ez az egész egy nagy kihívás, tehát hogy művészileg is, és szakmailag is. A drogéria tűzfalát ékesítő falfestmény a tervek szerint 10-12 nap múlva készülhet el.